Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Először is szeretném megköszönni a meghívást a Continest vezetőinek. Nem ez az első alkalom, hogy találkozunk, de a cég külgazdasági orientáltságára jellemző, hogy ez az első alkalom, hogy Magyarországon találkozhatunk. A hivatalos motója a cégnek ez a Space to Go, tehát Continest Space to Go, ami ugye azt mondjuk ezzel, hogy mi helyet, teret viszünk bárhova, bármikor, de hogy ezen túlmenően a mi mottónk valójában az az őszinteség, az egyenes kommunikáció, az, hogy hiszünk abban, hogy ami nekünk jó, az valaki másnak is, a végfelhasználónak is jó lesz, és ez ad nekünk plusz erőt, plusz lendületet. Mennyit alatt is elhangzott, hogy egy bölcsész és egy közgazdász nyitotta meg ezt a konténergyárat ma Magyarországon, és nem azért, mert értünk a konténergyártásra, hanem azért, mert van egy víziónk, azt gondoljuk, hogy van egy jövőkép előttünk, és ehhez keresünk magunk mellé olyan profikat, akár HR-ben, akár kommunikációban, akár mérnöki tudásban, akik hozzá tudják tenni azt, ami ennek a víziónak a megvalósításához szükséges. Tényleg azt gondolom erről a mai napról, hogy nem csak az, hogy ma van egy megnyitó, és ilyen sokan itt vagyunk, nem csak ez a fantasztikus benne, hiszen mi a megnyitóval azt ünnepeljük, azt az utat, amit ideig elértünk, és készülünk fel arra, ami innen kezdődik. Tehát ilyen szempontból tényleg szimbolikus volt ez a szalagátvágás, hogy egyrészt ez egy célszalag, ahova elértünk, másrészt pedig ez a rajtrács, ahonnan indulunk, és még jobban megyünk tovább. Logisztikai szempontból ezeket a konténereket szállítani sokkal könnyebb, mint a rendes fixfázas konténereket. Mégis nagyon sokszor megijednek tőle a fuvarozók, mert nem ismerik ezt a módszert, hogy ezt így össze lehet csukni. Technológiailag ez a megoldás ez már nagyon régóta ismert. Amiben mi most egy nagyon újat hoztunk, az az, hogy mi ezt megvalósítottuk, gyakorlati megoldásra változtattuk, és egy olyan piaci spektrumot fedünk le, ami eddig nem volt jelen sem Magyarországon, sem globálisan. Hát szerintem a növekedésünknek az egyik kulcsa az, amit korábban is említettem, hogy a félmegoldások azok soha nem voltak a miénk. Nekünk elég sok ügyfelünk van, sok céggel dolgozunk együtt, és a Continest talán az egyik kedvenc ügyfelünk, legalábbis nekem személy szerint mindenképpen az. Azért, mert velük soha nincsen felesleges kör, sallangók, értetlenkedés, hanem a Dani meg a Vidor, akikkel a legtöbbször együtt dolgozok, mindketten nagyon agilisek, nagyon élesek üzletileg, és látszik, hogy minden, amit csinálnak, az végig gondolt, és nagyjából sikerre van ítélve. Három gyerekes anyukaként igyekszem úgy beosztani az időmet, hogy minél többet tudjak a Continesttel is foglalkozni. Igyekszem a háttér munkát segíteni, és a stratégiai döntéseket támogatni, amiket a Dani és a Vidor meghoznak. Mi a Danival 17 éve vagyunk együtt, és 11 éve vagyunk házasok. Ebből a 11 év házasságból gyakorlatilag az egészet együtt dolgoztuk. Természetesen nagyon sok munkával jár, hogy az ember össze tudja egyeztetni ezeket a teendőket és ezeket a dolgokat, hogy a problémákat nem hazavisszük, hanem átbeszéljük, megoldjuk és előremutatóan próbálunk működni. Amikor egy üzlet növekszik, vagy kiforróban van, akkor azért az nem egy 8-tól 4-ig munka, hanem az egy folyamatos jelenlét és kreatív folyamat. Tényleg nagyon büszke vagyok arra, amit így Vidor elért a csapattal együtt, és hát Danival együtt elsősorban. Ez egy ilyen nagyon jó baráti és szakmai találkozás is volt, mert hogy szuperül kiegészítik egymást, emberileg is és szakmailag is. És hát büszke vagyok egyébként a csajokra, akik ezek mögött, a pasik mögött állnak, hogy ez a cég nagy részint külföldön működik. Ez nyilvánvalóan azt is jelenti, hogy sokszor van mondjuk Vidor távol, és akkor azért három kisgyerekkel tartani kell valakinek itthon a frontot, és mondjuk nem csak logisztikailag, hanem érzelmileg is. Tehát a láthatatlan munkára is büszke vagyok. Ebben a látható, és most már egyre nyilvánvalóbbá váló, nagyon fejlődő történetben.
mi tényleg azt gondoljuk magukról is, és a cégről is általában, hogy ez egy családbarát cég. Én tényleg úgy vagyok vele, hogy azért akkor érdemes valamit csinálni, hogyha ezt a gyerekeinknek csináljuk. Tehát, hogyha nem a magunk örömére, nem csak azért, hogy pénzt keressünk, hanem azért is, hogy átadjunk valamit a következő generációnak, és azt gondolom, hogy ez látszik is a cég egész működésén, és azt gondolom, hogy egyébként ez részben ezért eredményes a cég, mert van mögött egy ilyen tisztességes szándék.